A hirtelen halálesetek közel 80%-ánál szívünk elektromos tevékenysége rendezetlenné válik. Ennek következtében az izomsejtek összehúzódása sem programozottan történik. Megszűnik a pumpa funkció, kamraremegés, azaz kamrafibrilláció alakul ki. Ilyen esetben a defibrillátor, vagyis egy elektromos áram keltésére alkalmas orvosi eszköz életet menthet. Ezt akkor kell használni, amikor valaki eszméletét vesztette és leállt a keringése. A készülék elektromos impulzus segítségével tudja visszaállítani a szív normál ritmusát. Városunkban jelenlegi információk szerint 13 helyen található defibrillátor. A Karcagi Mentőalapítvány most célul tűzte ki, hogy minden karcagi iskolában legyen egy ilyen eszköz. Ehhez várnak felajánlásokat. Januárban fogalmazódott meg bennünk az ötlet, hogy egy suli defi programot indítsunk először kicsiben csak itt a városunkban, és mivel még nem csináltunk ilyet, egy pár hónap ötletelés is, hogy mit hogy kéne csinálni, akkor körvonalazódott, és július 6-án indult el hivatalosan, és ennek az lenne a célja, hogy minden karcagi közép- és általános iskolában legyen életmentő defibrillátor. Ebben szerettük volna kérni a lakosságnak a segítségét, összefogását, és meglepően nagy támogatás érkezett, ugyanis terveink szerint egy olyan 5-6 gyűjtődoboz helyeztünk volna ki, de 48 doboz került kihelyezésre, úgyhogy ennek nagyon örültünk. Emellett nagyon sok kis vállalkozó jelezte a támogatását, és van lehetőség ugye utalásos formában is támogatni a tevékenységünket. A számlaszám az fönn van a Facebook oldalunkon, és még egy nagyon nagy segítséget szeretnék megemlíteni, ő pedig egy 15 éves kisfiú, Kalányos Tihamér, aki nélkül nem tartanánk itt, ahol tartunk, ugyanis ő csinálja az összes reklámanyagunkat, a szórólapjainkat, ő készítette el a logónkat, a zászlónkat, tehát mindent neki köszönhetünk. Kovács Sándor hozzátette, hogy a defibrillátor a hirtelen szívhaláloknak az egyetlen jelenleg ismert hatásos ellenszere, és a korai defibrillárás nagyban képes segíteni az újraélesztések hatékonyságát. Nekünk, mint mentősnek, ugye hivatásunkból adódóan nagyon fontos az életvédelem, és ezen belül is a gyerekek életének, a egészségének és életének a védelme. Emellett ugye ez a dolgozó pedagógusoknak a egészséget és védelmét is szolgálja. A tervek szerint, ha beszerzésre kerülnek az életmentő eszközök, a pedagógusok is kapnak egy gyors tájékoztatást elméletben és gyakorlatban is a készülékek működéséről, használatáról. Az eszközök úgynevezett mindray félautomata defibrillátorok lesznek, melyek rendkívül nagy élettartammal, hosszú garanciaidővel és rendkívül egyszerű kezelhetőséggel rendelkeznek. Információink szerint a városban található defibrillátorok közül már több is életet mentett. Az önkormányzaton van kint 10 defibrillátora, van a kormányablakban, az önkormányzat épületében, a könyvtárban, a városgazdálkodásnál, a piaccsarnokban, a sportcsarnokban, a Ligetúti Sportcentrumban, ha jól tudom, 2 darab is van kint. Ezen fölül van a buszpályán, ami már mentett életet. Van a Tesco-ban, ami már szintén használták és mentett már életet, és a defibrillátoraink közül elsőként a Tekót szeretnénk felszerelni, a helyiek így ismerik a legjobban. Egyrészt, mert ők vannak legmesszebb a segítségtől, ugye a mentőállomástól, másrészt pedig a városnak az a része van legrosszabbul ellátva defibrillátorokkal. Aki tehát szeretné támogatni a Karcagi Mentőalapítvány kezdeményezését, a gyűjtő dobozok felkeresésével, vagy a képen látható számlaszámra történő átutalással megteheti.